A 40 év alatt most az emlékkönyvhöz készítettünk egy összesítést, hogy évente 10-12 kiállításnak adtunk otthont, ami azt jelentette, hogy folyamatosan egymást váltották az időszaki kiállítások. Mellette ugye az országos biennáléknak minden második évben otthont adtunk a Magyar Tájak, illetve az Arcok és Sorsok országos portré biennálénak, és hát 97-től pedig az országos egyházművészeti kiállításoknak, de a kiállítások mellett voltak szabad egyetemi programok, irodalmi estek, koncertek, korábbi években galériobuszos kirándulások is voltak, tehát sok-sok és órákig lehetne erről mesélni. A két országos biennáli az olyan országos hírű, illetve nemzetközi hírű rendezvényé vált most már a 40 év alatt, hogy ennek komoly rangja van most már a városban is, és az országban is. A művészek rendszeresen, folyamatosan küldik el a munkáikat. Évről évre emelkedik azoknak a kiállító művészeknek a száma, akiknek a munkáit be tudjuk mutatni, és hát akik neveznek a kiállításokra, azoknak a száma pedig többszörös annak, amit ki tudunk állítani. És hát természetesen a helyi embereknek, a helyi képzőművészet iránt érdeklődőknek, művészetbarátoknak pedig sok-sok olyan élményt adtak, amelyekkel az ízlésvilágukat fejleszteni tudták, illetve baráti estek részesei lehettek egy-egy művészesten. Tovább szeretnénk folytatni ezeket az országos hírű eseményeket. Ebben az évben, mivel 40 éves a galéria, szeretnénk júniusban 60 városnapjához kötődően egy olyan kiállítást szervezni, ahol az aranydiplomások munkáit mutatjuk be, hiszen 1974-től az országos biennálékon mindig kiadtunk aranydiplomákat. Ezt, hogyha így összeszámoljuk, már több, mint ami a galéria falai közé fér, de hát természetesen szeretnénk ezt az anyagot együtt bemutatni, amennyiben erre lehetőségünk van. Hát vannak közöttük természetesen már olyan művészek, akik elhunytak, de szeretnénk egy-egy műalkotást, akár a család segítségével, akár múzeumon keresztül bemutatni itt a kiállításon. És hát hosszabb távon pedig úgy gondoljuk, hogy olyan új kezdeményezéseket szeretnénk útjára indítani majd, amely egy kicsit tovább színesíti a galéria palettáját. 40 éves a galériánk, most ünnepeljük a születésnapját. Minden művészeti ág és minden művészet fontos, mert a múlt hagyományait, a tradíciónkat, az öntudatunkat, a magyarságtudatunkat a művészetekbe tudjuk tovább menni. A művészetek azok, ami a múlt, a jelen és a jövő egyszerre és egybe. Ezért ennél fontosabb dolog, én úgy gondolom, a város életében nem lehet, hiszen a lelkünknek része a művészet, ezt ápolnunk kell. Ahogy a könyvtárt és magát a művelődést külön vettük, megnyitottuk a nyugati szárnyát a kastélynak, és házat, hazát adunk a különböző művészeti ágaknak, úgy erre a galériára, ahol a képek, a festészet, a képzőművészet, meg van a háza, a szobrászatnak, a grafikának, ezt fönn kell tartanunk, működik tovább természetesen, és remélem, hogy minél több kiállítást, biennálét, tábort, festőtábort, rajztábort szervez. 60-i galéria az egy komoly fejezete a 20. század magyar művészet történetének, mégpedig a 70-es évek végén, a 80-asokban az úgynevezett második nyilvánosságnak a helyszíne volt. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a 70-es évek végén, a 80-asban
az első nyilvánosság az már nem az a párt irányított úgynevezett szociál művészet volt, hanem az avantgard, a klasszikus avantgard, non-figuratív, absztrakt festészet öntött el Budapest, Székesfehérvár, Szombathely és az ország többi jeles, nagyon látogatott kiállítóhelyét, és az ábrázoló művészet az tulajdonképpen az Alföldre, Szolnokra is, főleg Hódmezővásárhelyre vonult vissza. 60 szerepe akkor erősödött meg, amikor Moldvai Győző elindította a 60-i galériát, és régi alföldi kapcsolatait kihasználva elsősorban a hagyományos magyar képzőművészetre támaszkodó alföldi festészetet mutatta be. Például ez a hely volt, a 60-i galéria az egyetlen, ahol a hódmezővásárhelyi őszi tárlatokból válogatás, másod kiállítás létrejöhetett. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy az a fajta realista festészet, ami ma a legkorszerűbb, ami nemzetközileg is értékelhető, a magyar újrealizmus, az abból jött létre, ahogy a 60-i galériában, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon és a 60-i galériában a hideg éveket áttelelték ezek a művészek. Ide jártak 60-ba a Tájkép Biennáléra, a Portré Biennáléra, majd később az Egyházművészeti Biennáléra. Azok a művészek, akik úgy gondolták, hogy ők ábrázolni akarnak, nem képet festenek, hanem valamit festenek. Ez ma megint természetes. De van egy vékony réteg a 20. század 70-es, 80-as éveikben, amikor ez alig látszott, és 60-ban látszott nagyon erősen, úgyhogy én úgy látom, hogy a 60-i galéria körülbelül 20-25 évig egy nagyon fontos művészettörténeti szerepet töltött be. Erre a szerepre támaszkodva ma kiteljesedhet, és egy jelentős országos fórummá válhat, hiszen ezt a hagyományt ma már a kortárs művészek legtöbbje fölvállalná. Ebbe látnám a további működési lehetőségét a 60-i galériának. 60 egy 21 ezer lakosú kisváros, amely a magyarországi városok népesség szerinti sorában az 57. helyet foglalja el. De ha a galériánk munkásságát tekintjük, akkor bizony ennél jóval előkelőbb helyen állunk, és ez tulajdonképpen két embernek és a 60-iak álmodatosságának köszönhető, hiszen rengeteg küzdelem társult azokhoz a sikerekhez, amiket az elmúlt 40 évben magunkénak tudhatunk, és már Moldvai Győző neve elhangzott, egy verse is elhangzott, természetesen, hogy amikor ő 40 évvel ezelőtt megalakította ezt a 60-i galériát, egy olyan lehetőséget indított el számunkra, amivel szerencsére nem csak ő, hanem a másik személy, akit említeni szeretnék, Matisz Lovicné Horváth Éva, Moldvai Győző halála után tovább vitte azokat a gondokat, magával vitte, hozta tovább a küzdelmet is, de a sikereket is szerencsére. A legnevesebb, legrangosabb festők, művészek jönnek el 60-ba, és ez nem csak nekünk öröm, hanem szemmel láthatóan nekik is, mert egymással is ritka az az alkalom, mikor tudnak beszélgetni, találkozni, művészeti élményeikről tapasztalatot cserélni. Úgy érzem, ez a mostani alkalom, ez a tanácskozás is egy jó alkalom lesz a szellemi, kulturális feltöltődéshez, és ehhez kívánok Önöknek jó munkát, jó egészséget mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet!